hogy a Fidesznek ne lehetne, vagy ne kellene, hogy legyen koncepciója az új alkotmány tartalmáról. Nekünk is van. Vannak olyan elvek, alapelvek, amelyekből nem akarunk és nem is fogunk engedni. Ilyenek a parlamentáris demokrácia fenntartása, a parlament befolyásának a megőrzése. Ilyen a kormányzati rendszer megőrzése, és már most mondom, nem leszünk partnerek sem fél, sem pedig teljesen prezidenciális rendszernek a megalkotásában. Szintén nem tudunk engedni a hatalmi ágak teljes körű elválasztásának, megosztásának az elvéből. Ezt megtartásra javasoljuk. Így a bírói önigazgatásnak a megőrzését, az Alkotmánybíróság jogkörének, feladatkörének, függetlenségének megőrzését, ugyanígy az ombudsmanok esetében. Hangsúlyozom ismét, kiemelkedően fontosnak tartjuk a világnézeti semlegesség megtartását. Fontosnak tartjuk és fejleszteni javasoljuk az emberi méltóság fokozottabb védelmét, ennek a megteremtését fogjuk javasolni. Fontosnak tartjuk az önkormányzati autonómia megőrzését, és fontosnak tartjuk a szociális jogok szélesítését. És természetesen vannak és lesznek olyan témák, csak hogy utaljak én is tartalmi elemekre, amelyeket beemelni javasolunk majd az alkotmányba, hiszen Mátrai Márta képviselőasszony is beszélt ilyenekről a Fidesz részéről. Ilyen például a fékek és ellensúlyok rendszerének a továbbfejlesztése. Ezt például a Gazdasági Versenyhivatal, a PSZÁF, az ORTT vagy a Közbeszerzések Tanácsának alkotmányba emelésével látjuk fejleszthetőnek. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kört bővíteni is lehet például a KSH-val. A kormánytól való függetlenségük alkotmányos garantálása úgy gondolom, hogy indokolt. Az alkotmányos alapjogok közül szükségesnek tartunk jó pár esetben a meglévő pontosítását, sőt, egyes kétharmados törvényekben találhatókból egyeseknek az alkotmányba emelését. Szükségesnek tartjuk a közpénzügyek alkotmányos szabályozását, illetve a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó rendelkezések kiegészítését. Úgy gondoljuk, ki kell majd mondani az alkotmányban a közösségi jog elsődlegességét. Ugyanúgy, ahogy egyes szakági jogelveket, legfőképpen a büntetőjog és a polgári jog területéről be kell emelni az alkotmányra. Ilyen lehet például a visszaható hatálytilalma, vagy éppen az ártatlanság vélelme alkotmányba emelése. Ma azonban még nem ez a kérdés. Ma a kérdés valóban az, hogy az alkotmányozás folyamatában milyen szerepet szánnak majd ennek a bizottságnak. Ez később derül ki, mert az előterjesztői expozéban erről nem sokat hallhattunk. Amikor ez kiderült, akkor tudjuk megmondani, hogy tudjuk-e támogatni a bizottság felállítását, vagy nem. Egyébként nekem nagyon szimpatikus az a javaslat, amit Schiffer András képviselőtársam terjesztett elő, hogy ez a bizottság arról döntsön, hogy hogyan kell az alkotmányozási folyamatot megindítani. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy az alkotmány, ahogy mondtam, nem a társadalom egyik felének az alaptörvénye, hanem a teljes társadalom alaptörvénye. Szükségesnek tartunk egy kifejezetten széles körű konzultációt. Egy olyan valóban nemzeti konzultációt, ahol jogalkalmazók, ahol szakemberek, ahol civil szervezetek bele tudnak szólni abba, hogy merre induljon el ez a folyamat, és milyen tartalmat tartanának helyesnek az új alkotmány megteremtésekor, az új alkotmány bevezetése esetén. Kérjük tehát a fideszes előterjesztőket, hogy fontolják meg a széleskörű társadalmi vita megszervezését, és kérjük miniszterelnök urat, aki sajnos nincs jelen, de talán majd informálják róla képviselőtársaim, hogy a kétharmados hatalommal élni és ne visszaélni szíveskedjen. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, képviselő úr.
és a következő vezérszónoknak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, Salamon László képviselőnek adom meg a szót. Képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az országgyűlési határozati javaslat kettős feladatot ró a létrehozandó eseti bizottságra. Az egyik feladat annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos alkotmány megfelelően biztosítja az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás megfelelően biztosítja-e e jogok tiszteletben tartását és védelmét, és egészében kielégíti-e a modern polgári demokráciával szemben támasztható elvárásokat. Az országgyűlési határozati javaslat által meghatározott másik feladatot az új alkotmány alapvető elveinek, koncepciójának kialakítása, illetve kidolgozása képezi. E másodikként említett feladat tulajdonképpen magában foglalja az első elvégzését, és önmagában nézve is meghatározó jelentőségű. Ezért felszólalásom középpontjába az új alkotmány megalkotásának kérdését állítom. Miért van szükség új alkotmány megalkotására? A kérdés megválaszolása szükségessé teszi a jelenlegi alkotmányos rendünk értékelését, ideértve az alkotmány keletkezésének körülményeit és legitimációjának kérdését, illetve az alkotmányos rendszer működésének eddigi tapasztalatait. Az alkotmányunk megjelölésére szolgáló évszám, illetve törvényi sorszám. Az 1949 évi 20. törvény az alkotmány eredeti formájának sztálinista voltára utal, s mint egy szégyenbélyekként terheli jelenlegi hatályos alaptörvényünket. Ismeretes, hogy az 1949 évi 20. törvény az 1000 éves történeti alkotmányunk legitimnek nem tekinthető félretételével született meg, és töltötte be kartális alkotmányként a kommunista diktatúra alkotmányának szerepét. Az alkotmányosság értékeinek tükrében már önmagában az is paradoxon volt, hogy ez a törvény idézőjelben véve alkotmánynak neveztetett, miközben minden tekintetben nélkülözte az alkotmányosság alapvető követelményeit. A történelem szerencsés fordulata 1989-ben megajándékozta a nemzetet a rendszerváltozás lehetőségével, megnyitva az utat a diktatúra lebontása és a demokráciába, valamint az alkotmányos jogállamba történő békés átmenet előtt. Ennek a történelmi jelentőségű változásnak szükségképpen együttjárója volt egy új, az alkotmányosság követelményeinek megfelelő alkotmány megalkotása. Tisztelt képviselőtársaim! Legitim alkotmányozó hatalom hiányában az új alkotmányos berendezkedés megteremtésének rendes és kívánatos útja az alkotmányozást középpontba állító, a nemzet egészének képviseletére szolgáló népképviseleti szerv létrehozása és alkotmányozó tevékenysége. Ez alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztása és működése útján valósulhatott volna meg. Ennek a rendszerváltozás kezdetekor felismerült a gondolata, azonban közjogi dimenzióban nézve akadályt képezett, hogy egyrésztről nem volt törvényünk, mely a szabad választásokat biztosította volna, másrésztről nem volt törvényünk, mely a szabad választáshoz szükséges alternatívákat megjelenítő pártok létezését és működését lehetővé tette volna. E törvények alkotmányos megalapozása és pótlása volt az az eredeti célkitűzés, amely a nemzeti kerekasztalt életre hívta. A kerekasztal tárgyalások résztvevői, egyfelől a kommunista állampárt, másfelől 9 alternatívnak nevezett szervezet, a politikai értelemben akkor már létezett 7 jelentősebb akkori ellenzéki párt, egy ellenzéki társadalmi szervezet és egy ellenzéki szakszervezet, kiegészülve harmadik tényezőként a szocialista korszak kitermelte társadalmi szervek csoportjával, eredeti és legszűkebb feladatuknak a szabad választások feltételeinek megteremtését tekintették.
E célkitűzés megvalósítása azonban szükségképpen különböző alkotmányos összefüggéseket vetett fel, így a Nemzeti Kerekasztal tevékenysége már kezdettől kiterjedt az alkotmányos berendezkedés több más kérdésére, sőt, túllépett a választásokkal kapcsolatos közjogi összefüggéseken, és kitért a legjelentősebb alkotmányjogi területeknek, köztük az államszervezetnek, az alkotmányosság jegyében történő szabályozására, illetve átalakítására, valamint az alapvető emberi és állampolgári jogoknak az újragondolására. A Nemzeti Kerekasztal politikai értelemben informális alkotmányozó nemzetgyűlésé vált, és a munkája eredményeként létrejött közjogi szabályozást az utolsó pártállami országgyűlés az erre irányuló előzetes politikai megállapodásoknak megfelelően a kommunista diktatúra alkotmányának módosítása útján az 1989 évi 31. törvénnyel emelte hivatalos alkotmányos szövegét. Formai értelemben tehát az állami jogalkotás szintjén a sztálinista alkotmány módosítására került sor. Tartalmilag azonban új alkotmány született, mely lényegében megfelelt, és ma is megfelel egy alkotmányos és demokratikus jogállammal szemben támasztható követelményeknek. Az 1989-es alkotmánymódosítás az alkotmányos kérdések túlnyomó részét rendezte, majd 1990-ben és az azt követő néhány évben az új alkotmányos értékeknek megfelelő szabályozás a még visszamaradt területeken is, például az önkormányzatok létrehozásával, a történelmi címer visszaállításával, az országgyűlési biztosi intézmény részletes szabályozásával alapjaiban létrejött. Tisztelt képviselőtársaim! Végig tekintve ezen a folyamaton, tartozunk azzal a történelmi igazságnak, hogy ez az alkotmányozás történelmi jelentőségű alkotmányos fordulatot eredményezett, melyre minden akkori résztvevő, nagyok és kicsik egyaránt, joggal lehettek vagy lehetnek büszkék. Megemlékezve erről a korszakos változásról, az alkotmányos fordulat kidolgozásában két kiemelkedő szerepet játszó személyiséget mindenképpen indokolt név szerint is megemlíteni. Az egyik ilyen személyiség Pozsgai Imre, aki az állampárt reformszocialista szárnyának vezetőjeként túllépve a pártagság korlátain, nagyon sokat tette folyamat sikeréért. A másik pedig Antal József, aki otthonról hozott polgári és demokratikus elkötelezettségével, valamint kiemelkedő közjogi műveltségével sokban hozzájárult az alkotmányos berendezkedés kialakításához. Tisztelt képviselőtársaim! Az így megszületett tartalmában új alkotmány minden erénye mellett nem elhanyagolható gyengeséggel rendelkezik. Jelesül, sem a Nemzeti Kerekasztal nem volt legitim alkotmányozó hatalomnak tekinthető, megjegyzem annak ellenére sem, hogy a politikai közvélemény túlnyomó többségének támogatását élvezte, még kevésbé volt az a formális alkotmánymódosítás végrehajtó utolsó pártállami parlament, mely nem szabad választások eredményeként született meg. Tudták ezt a kor szereplői is, amikor az alkotmány preambulumában az elfogadott alkotmányszöveg ideiglenességére utaltak, kimondva, hogy az csak a végleges, új alkotmány elfogadásáig rendelkezik jogérvénnyel. A rendszerváltó alkotmányozók önmérsékletet tanúsítva természetesnek tekintették, hogy az országnak egy új, tiszta lapra írt alkotmányra van szüksége, melynek megalkotása a szabadon választott országgyűlés feladata lesz. Mint tudjuk, ez az új alkotmány nem jött létre, és ez annak ellenére is adósságát képezte, és képezi az 1990-től működő országgyűléseknek, hogy az 1989